You're a child of the sun, as I was born to the night. Fogyaszt, az mindet írják hozzá. Az ma reggel jutott eszembe, hogy geci, az mondja, mennyi pénz lesz. Kicsit röszkös, de... Tell me, is it easy on your own? After all the love that you've been shown. Separating right from wrong by throwing away everything you know. I could be the one to keep you whole. Shine a guiding light towards your goal. Open up your heart and let me liberate your soul. Skies will show. Open your eyes to what you're letting go. Think of all the love you know. És szerintetek csak úgy mutatom, hogy muszáj az abroncs? Ne? Már megmutatom, bocs. Hoppá. Think of all the love you know. Take a leap of faith and together we can make this right. But in time you'll see the light. Take a leap of faith with me, together we can make it right. Oh, make it right. Make it right. Oh, together we can make it right. Hello. Wouldn't it be good if we could go back to the start? I know that we had something precious in our hands. Keep it safe and make it right. Find you all and come back. Yeah, I doubt that many. Szivárványos lagzik. Jó lesz? Te jó nézel, kicsi. Csoda csüld lelkisért. Na, mit van megint? Most. Holnap? Most. Holnap? Nem lesz, hogy ez ilyet nem ad össze. Magyarországon, mit tudod, hogy nincs ilyen, hogy meleg. Jó, akkor jön most Csabi. Hello. Cause a part has been removed. How can I put me back together? Can I fix this open wound? When the only missing piece I've been. Hát, mert missing piece I've been. Remélem, hogy feketés vagy. Azt a becsolt állatos vagy. Hát ez gyönyörű volt. Hát te vagy a legszebb mennyasszony a világon. Tetszem. Nagyon. Úgy, hogy gyönyörű ez a ruha. Te vagy a legszebb cigánylány. Ó, de szép vagy. Ó, Csajvi. Jó a feleségem. Tetszik. Gyönyörű vagy. Apud már többször láttad, mint
Jó, de ott fogjad már. Jó van, álljál már bele. Vidóztunk 100 kiló izét. Padot. Na, szézi rá. Szűk. Én meg úgy csak, mint a húzni. És egy, és két, és három. Még kettő? Még három? Van. Mint egy filmsztár, és én is azért szép vagyok, amúgy. Ketté töröm a törött gerincét. Fordodat fogjalak? Egészségetekre! Szeretlek! Na, hol van? Hol a kopasz? Állj fel! Ott van! Nem látszódik, de... Hallod? Itt vagyok! Every night, every day, I just spend my life away from your voice, from your noise. I feel like I have no choice. It's you, my love, my heart, my soulmate. It's you, my sun, my air. Jelentede Bádár Edit, hogy az itt jelenlévő Singlár Ákossal a tegnap kötött házasságodat megerősíted? Igen, kijelentem. Köszönöm szépen. Kijelentede Singlár Ákos, hogy az itt jelenlévő Bádár Edittel tegnap kötött házasságodat megerősíted? Igen, megerősítem. Köszönöm. Megállapítom, hogy Singlár Bádár Edit és Singlár Ákos ezennel a barátok előtt is házastársak. És megkérlek benneteket, hogy talán már a 100. hitvesi csókkal is köszöntsétek egymást. And feel safe, just okay. It's your shadows, what a chase. It's you, my love, my heart, my soulmate. It's you, my sun, my air. Just don't be late, don't be late, don't be late. Don't be late. Come with me, love me, darling, I can stand.
Jaj, de imádlak! Vigyázz már! Házasságom, hogy ne adj össze minket! Nem vagy a tizediknél, 24-nál, ha megérjük. Köszönöm szépen. Nagyon gratulálok nektek, és örülök, hogy megismerhettelek. Ugye, mondtam. Köszönjük, Maja. Nekem sem mond egyszerű, mert annyira éles a készülődéseket, a választásokat, hogy egyáltalán nem tudjuk. Kedves Edó és Ákos, engedjétek meg, hogy pár szót szóljatok hozzátok, és hagyj puskázzak, nézzétek el nekem. Drága barátom, őszinte leszek, amikor felhívtál szerda magasságában, hogy örülnél, hogy a pár szót szólnék én is, először igazából nagyon beparáztam. Szóltam is egyből Petrának, hogy meg kéne egy kis segítség, mert fogalmam sincs, mit mondjak. Aztán jött a Google, mert ugye Google a jó barátunk, leírtam estőből beszédet, minden jó, hogy kezdődjön. Hát mivel mindegyik azzal kezdődik, hogy mutatkozzak be, hát bemutatkoznék. Kökényesdi Pap Dániel vagyok, 173 cm magas, nagyjából 90 kg, és 0 pluszos vércsoporttal rendelkezem. De a viccet félretéve rájöttem, hogy fölösleges bármilyen sablont keresni, mert a 20 éves barátságunk sosem sablonokra épült. Nagyjából 20 éve vagyunk barátok, drága testvére. Ugye, amint minden kapcsolatban köztünk is voltak hullámvölgyek, de amikor igazán számítanunk kellett a másikra, mindig ott voltunk egymásnak.
teljesen mindegy, hogy ez érzelmi probléma volt, vagy éppen nagyon kellett valakit várni, mert ráment a csajunkra, mentünk és nem kérdeztünk. Így hát sok mindenen mentünk együtt, tehát voltak szomorú, de annál több boldog pillanatok. Ezt köszönöm neked. Sok történetünk van, nagyon gondolkoztam, hogy melyiket meséljem el itt mindenki előtt, de hát a nagyját nem tudnám olyan szalonképes szavakba önteni, hogy itt gyerekek előtt is el tudjam mondani, úgyhogy egy általános iskolai közös történetet vettem elő, ami számomra a legviccesebb, még a rendőrségi ügyen is fejeződött be. Nyolcadikosok voltunk, amikor az általános iskoláknak Salgó Tarjánban rendeztek egy kincsvadászatot. Minket is beválasztottak az sulis csapatba. Bőszen nekilendültünk a feladatok megoldásának, hogy volt egy feladat, mert nem emlékszem pontosan, dolgokat kellett óvodákon megkeresni, arra jöttünk rá. Talán hófehérkéhez vagy a héttörpéhez volt köze, igen. Bejártuk az összes óvodát Salgó Tarjánban, hát sehova se tudtak olyan, hogy náluk eltudtak volna bármiféle dolgot. Majd találtunk egy óvodát, ami zárva volt. Hát mi szakszerűen megközelítettük az objektumot, átmásztunk a kerítésen, próbáltunk ablakon ajtón bejutni, de hát nem sikerült. Találták is egy fészert, ami csuri volt pakolva bútorokkal, minden lommal, szinte egyedül kipakolta, hogy ő majd ott megkeresi az eldugott kulcsot. A poén az, hogy talált egy rakatot. Mentünk ajtó, ablak, egyikbe se jó. Majd már nem emlékszem pontosan, hogy Krisztó, te vagy én, de valamelyikünk rátegyelt az egyik ilyen kukucskáló ablakra, és az benyílt. Miután benyíltunk, belülről benne volt a kulcs. Hát akkor már nagyon bombának éreztük magunkat, mi fogjuk nyerni a versenyt, megtaláltuk, senki nem volt még itt, ez az a hely, mi fogunk nyerni. A dolog ott lett fura, hogy 20 perc után nem találtunk semmi olyat, amit nekünk keresni kellett volna. Majd amikor kinéztünk az ablakon, a rendőrök előhúzott fegyverrel ugráltak be a kerítésen, és ordítoztak, hogy azonnal jöjjünk ki. Krisztó barátunk kinyitotta a rendőrnek az ajtót, majd mikor meglátta, hogy rendőr, rácsapta az arcán. Ezután következett az, hogy hiába voltunk még csak 14 évesek, rádobtak minket a motorháztetőre, és amíg a tanár nem igazolta, hogy valóban egy játékon veszünk részt, addig mi ott voltunk bilincsbe verve. És a történet szépsége az, hogy itt még rátettünk egy lapáttal, mert miután hazamentünk úgy, hogy még a versenyt se tudtuk befejezni, hetekig eldobtuk az utolsó két óránkat, hogy a rendőrségi levelet mi kapjuk meg, nem édesanyánk. Ott buktok el az egész történetet, hogy utólag kiderült, hogy a akkori Fókusz Rádióban ezt a történetet másnap elmesélték. De hát Edo, hogy ebből a történetből mi számodra a tanulság? Ez egy olyan értékes ember, egy olyan jó barát, aki mindenen átmegy, ha kell a falat kiveri azért, hogy ő nyerjen, és a szeretteit, barátait megvédje. Így hát nem véletlen, hogy a lányomnak is őt választottam keresztapának, mert kívánni se tudnék neked jobb férjet, mint a lányomnak őt keresztapát. Úgyhogy kérlek, legyetek boldogok, és vigyázzatok egymásra, de főleg te Edo Ákosra, mert nagyon értékes ember. Hiszen végigkísérte az én életemet, és minden fontos állomáson ott volt, amikor összejöttem Petrával, miután eljegyeztem Petrát, elvettem gyermekem születésénél. Biztos vagyok benne, hogy a te életed is minden momentumban ott lesz, és 100%-ig melletted lesz. És szeretném itt megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjük Várzsóéknak is, hogy egy olyan második otthonom lehetett, mint amit ők adtak a saját gyermekeiknek, és részese lehettem én is ennek. Mert biztos vagyok benne, hogy azért lettünk egy jó emberek, amilyenek lettünk. És aki esetleg még nem találta meg a nagyőt, szeretném jelezni, hogy Dávidka, Ákos öccse ugyanolyan értékes, ugyanolyan jó ember, és még facél. Úgyhogy lehet jelentkezni nyugodtan. Bízom benne. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ígyunk az ifjú párra, szeretettel. Mi legnagyobb napunkon velünk ünnepeltek, hiszen ez csak veletek lehet teljes, és csak veletek lehet boldog, senki mással. Óriási hálával és köszönettel tartozunk a szüleinknek, akik mindenben támogattak, de ugyanúgy nem mentünk el a barátaink mellett, a rokonaik, további rokonaik mellett, családtagjaink mellett, és mindenkinek köszönjük. Hesz Tamásnak ott hátul kivételesen köszönöm, hogy megjelent. Csodálatos vagy. Mindent köszönök, Tamás. Úgyhogy te a legnagyobb dolgot, amit köszönhetek, az én feleségem, aki itt áll mellettem, hogy hát megvett ezt a passzott jó ruhát, nem? Hogy ennél gyönyörűbb ajándékot senki nem kaphatna, úgyhogy már mondtam volna, hogy jó étvágyat, de egészségetekre. Igyatok sokat!
Hajrá! Ettől nagyobb boldogság nem kell, mint hogy azt lássuk, hogy a gyermekünk megnősül. Én nagyon örülök neki, hogy Ákos és Edó egymásra talált, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a továbbiakban. Ennyi. És sok boldogságot az ifjú párnak! Feeling good, feeling good, feeling good, feeling good, 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 good. 2 weeks ago, I hopped on a plane
trip to New Mexico. Flew to the desert to rock a show, cause they love my flow. From coast to coast, you already know. Look in my wallet, 15 bucks. Need to catch a flight to LA, I feel stuck. Yeah, got paid for rocking the stage. Still coming up short for my one way. The universe must have heard my dilemma. Mysterious way for sure, let me tell ya. A homeboy of a homegirl of mine was driving to OC to visit his mom. I said, woo, there it is, just like that. Put my suitcase and guitar in the back. 12 hours later, I was in Hollywood. I sit back and relax, cause it's so good. It's all good, feeling great all around the world. No sweat, what they say in the USA. It's all good, parlez français, tout le monde. In other words, they say it's all good, all around the world. Don't fret what they say in the USA. It's all good, in the Hebrew way. Come on. International, the hot borders like professionals. Pass through customs so cool. Casual, I can tell where you're from by the shape of your mandible. An airline aristocrat, Amsterdam Cheshire cat. Smile at the paparazzi, throw a peace sign. I rock speakers from the left to the east side. Classic like a fresh acapella on the B-side. Skydive for rush, I'm literally fly. Ring, ring, ring around the world. Stamp on my pamp on my ring, ring, ring around the world. Put a stamp on my passport. Stamp on my passport. Miles and miles, the world's wide open. Living on a green tea, I cross oceans. Sail away, pick ups to the bosun. Pick a place, if it's far away, I get close. Ring, ring, ring around the world.